Most. Haló! Most már haló! Igen. Balázs, nyomd meg, van, meg van a gomb, meg van. Itt vagy. Jó reggelt, szevasztok. Üdvözlök mindenkinek. Olyan erősen mondogattad a hallót, hallót, hogy vártam nem az ütemet, hogy mikor kell benyomni a kukulgat. Azt hittem azt, hogy abba adjam. Sokáig. Szevasztok, srácok, boldog csütörtök reggelt. Így van. Mindenkinek remélem, hogy jól érzitek magatokat ebben az üde, erőteljes tavaszi valamiben. Remélem, hogy márciusban nem jön vissza a havazás, mint ahogy már egy jó pár én évben megtréfált minket. Ez a furcsa havazós időszak. Hát a március közepe az igen, az én volt már, amikor havazott. Bőven. Igen. Figyeljük, hogy nem lesz egy kérdés, Jani. Tudjátok, mik voltunk nagyon-nagyon régen? Én tudom, hogy minden nap vagyok valami. Grammar nácik. Most csak... Tehát Polák azt mondta, hogy de megijedtem, baszki. Jani, szerinted van különbség a között, hogy megijedsz sima J-vel, meg a között, hogy megijedsz Y-nal? Mert én azt hallottam egyébként, ilyen védekezés szintjén, hogy aki Y-nal ijed meg, az sokkal jobban megijedt, mint hogyha sima J-vel ijedt volna meg. Azért, mert szóval nyomatékosítja a J-t. Tehát ez meg a durva. Ijedt. Ez a durva. Igen. Ez nem mindegy. Ez olyan, amikor az, hogy ne, az sok elvel írod, nem? Igen. És akkor ez igazából nem nyelvtani helytelenség, hanem egyfajta ilyen... Igazság szerint ő megillett. Megillett? Megillett. Az azért elég komoly, nem? Megillett. És igen. Nincs is ez a gond. Mert esküszöm, hogy ilyen szinten, ha mondjuk 3 pontos évvel írod, szerintem még az is jobb. Igen. Mert akkor azt mondod, hogy nem tudom, egy ilyen... Valamilyen... Jó, előfordul az ilyesmit, nem szívózni akartam. Milyen durva lenne, hogy az elipszilosét így kéne kiejteni, amúgy most azon gondolkozom. Luke, van, aki így ejti. Luke. Ugye, nem úgy, hogy Luke. Hát nem, Luke. Igen, tudom. De nem, tudom. De valaki úgy ejti, elnek. Nem. Nem, azért nem. Mondom. De, hogy ne lenne. Luke. Nem. A Luke. A Luke. Lukas láttad a cipőm. Régen ki mondták eljenek, nem hiszem, hogy úgy mondták, hogy folytatjuk. Nem. Én az izével kevertem. Nekem olyan ismerősöm volt, aki tudod, ilyen nagyon odafigyelt arra, hogy hogyan artikulál, nem nyelvtantanár volt. Kurva érdekes idő voltam úgy benne, de leszartam. És nem az Y-t mondta így, hanem a teljes hasonlulásokat nem mondta ki. Igen. Tehát nem azt mondta, hogy teljes, hanem azt mondta, hogy teljes. Ja, jó, hát az megvan? Az meg, ja, azzal kevertem össze. Valahogy így nem tudom, teljes. Nagyon odafigyelt arra, hogy beszél, és tudjátok, ez olyan, hogy ha nem csináltam volna ilyen beteges módon, akkor nem tűnt volna fel. De az a baj, hogy ilyen... Na, ez van. Ugye, amúgy érthetőbb. Nyilván érthetőbb. Sokkal egyébként, érthetőbb. De a teljes hasonlulás nem véletlenül van meg, ugye, és nem véletlenül nyelvtani jelenség, nem pedig, tudod, egy ilyen kitalált szleng. Mint az Y-os megijedés. Jó, srácok, előfordul, hogy az ember elír dolgokat, úgyhogy én nem szívózok senkivel, csak azzal, aki a pontos helyet Y-t ír, mert őt nem lehet elírni. Igen. Tehát úgy van, hogy a pontos helyet az Y-nál jobb, hogyha mondjuk K-t írsz. Vagy S-t. Ennyi. Tehát úgy, hogy J-S. Vagy helyettes. Meg isettem. Tudod, mert az eridás. Persze. Nem? Tehát így azt mondod, hogy ahol elgépelte. Elgépelte, igen. Na mindegy. Kora reggeli szívózások, ez már csak ilyen. Ez van. Jani megnézte a Dűnét tegnap. Meg. Srácok, egy örök élmény. Mindenkinek azt javaslom, hogy moziban menjen és nézze meg. Ez egy igazi, nagyon király sci-fi mozi élmény. Mondtam is a fiúknak, hogy nekem utoljára a Blade Runner 2049 volt ilyen élmény. Az is egy szar volt, bazd meg. Nekem az vég az kedvenc sci-fi filmem, csak mondom, és ez a Dűne másik része szerintem sokkal jobb volt, mint az egy, értelmszerűen amiatt, hiszen sokkal több cselekmény történt benne. Nagyon jó volt, úgyhogy nagyon ajánlom. Mindenkinek nem fogok spoilerezni. Ezen is be lehet aludni, mint ezen a szaron. Ezen én egy másodpercet sem unatkoztam. Nyilvánvalóan. Ez elképesztő jó volt. Nem spoilerezek, úgyhogy én örülök, menjetek el, nézzétek meg, nagyon jó. Azért számítottunk rá, hogy jó lesz. Hát ez, igen. Azért hogy ez ilyen olyan magasságban repít ez a film, komolyan mondom nektek, hogy így pont azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy ez egy Star Wars baszó, és így, na ugye, szerintem ez az. De nézzétek meg ti is. Figyelj, voltak olyanok, akik az elővetítésekkor dobálóztak olyanokkal, hogy ez ilyen birodalom visszavág hát szintű dolog. Szerintem ott körülbelül oda bassza. Én nem vagyok híve annak, pont ennek, hogy most így egymás mellé állítsunk két ilyen filmet,
De akkor is eszembe jut. De szerintem, de ez jó dolog. De szerintem tudod, hogyha tehát attól függ, hogy nézed. Mert szerintem simán van olyan ember, akinek ez jobban tetszik. Jó, én szerintem egy ilyen ember vagyok. De és ezzel így nincsen amúgy abszolút semmi gond. Kimondani így, hogy jobb, az egy olyan dolog, tudod, hogy ez egy tőled különálló entitásként is üzemel. Persze, tehát persze. Tudod, ilyenkor mindig úgy kell gondolkodni az ilyen filmekről, meg hogy mi a véleményed róla, hogy van a film, uh-huh. És hogyha te így eltűnsz az univerzumból, akkor is van. Hogy érted? Jó, persze. De most ezt nem neked mondom, hanem azt mondom, hogy szerintem az, hogy neked mondjuk jobban tetszett, mint a Birodalom, szerintem ez tök oké. Az, hogy jobb film, ezt nehéz eldönteni. Ezt nehéz azért így eldönteni, mivel hogy nagyon friss élmény, és nagyon friss, nagyon jó élmény, ilyenkor az ember úgy gondol dolgokra, más a kettő, de én csak annyit mondok, hogy vetekszik vele. Na. Szerintem így, hogy így, mint science fiction, nagyon, epic, nagyon vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert ugye nehéz ezt mondani, mert vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy a Star Wars nem is science fiction. Hát azért, de... Komolyan. Minden lenne az. Vannak erről viták? Igen. Igen, igen, érdekes megközelítés, mert valaki azt mondja, hogy léteznek más műfajok is, de én úgy gondolom, hogy ők ilyen szubzsanráiról beszélnek a science fictionnek. Uh-huh. Az tény, hogy nem a klasszikus science fiction a Star Wars szerintem, uh-huh. Hogyha belegondolsz. Most arra gondolsz, hogy mennyire ilyen story heavy, meg hogy így. Igen, tehát azért hívják űroperának nagyon sokan például, mert másabb. Másabb. Tehát, hogyha most mit tudom én, főleg, hogyha a korszakot nézed, hogyha megnézed most mit tudom én az űrodüsszeját, uh-huh. Meg a Star Wars, azért a kettő kurvára különbözik ám egymástól. Hogy uh-huh. Akkor azt mondja, hogy melyik a sci-fi? Most attól a sci-fi, hogy űrben van. Amúgy nem csak attól lett sci-fi valami, hogy űrben van. Az Én a Robot is science fiction. A Blade Runner is science fiction. Konzumerebb a Star Wars. Egy picit, igen, szóval teljesen már, de ezek nem az én meglátásaim, hanem ezek a vélemények róla, ami miatt vitatkoznak róla az emberek, érted? Most érted, a Blade Runner is science fiction. Az se az űrbe van, bazd meg. Nem. Jó, az a baj, ilyenkor nem szabad ilyen fórumokra felmenni, srácok, mert akkor ilyenkor azt kezdik, hogy amúgy minden az űrben van. A Föld is. Meg tudod, és akkor már elveszíted úgymond a fogást a beszélgetésen. De igen, ez egy ilyen nagyon-nagyon nehéz dolog. Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy minden tud létezni egymás mellett. És mindenki viszonyít. Most ezt tudjátok, ez is olyan, és nagyon jó példa arra, hogy például az interneten is hogy szokott lenni a véleménynyilvánítás, hogy tudod, most tehát, hogy valakinek tetszik, valakinek tudod másnaptól a Star Wars szar, mindenki más, hogy nem neked, mindenki más, hogy fejezi ki azt, hogy mennyire tetszett neki ez a film, de az a lényeg, hogy a konzekvencia ugyanaz, hogy jó lett a Dűne 2. Nagyon jó. Fasza! De most... Nagyon jó. Szerintem ennek örülni lehet. Így van. Én annak nem örültem, hogy nem láttam, hogy olyan nagyon nagy hype lett volna a moziban. Annak nem örültem. A Dune 1-nél se volt nagy hype nem. Moziban. De egész egyszerűen elképesztő. És ilyenkor elgondolkozom, hogy az emberek amúgy normális, komolyan. Megint egy fontos dologról van szó, srácok, és ilyenkor örül a lelkem. Hol vannak az emberek, amikor a Dune megjelenik? Nem értem. Ez egy természetes dolog, és nem kell ezt negatívan venni, csak ez egy ilyen értelmező kéziszótár melletti lábjegyzet és képillusztráció, amit most Jani csinál. És ez amúgy nagyon király, mert ez is azt mutatja, hogy neked nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez a film, meg nagyon-nagyon szereted a Dűnét, és látod, az agy így működik, hogy egyből ugye, tehát nem, ez nem elég, tehát nem tudsz többet érezni már annál, hogy mennyire tetszik, az elérte neked a plafonodat, ezért kinyitod a másik szelepedet, hogy ugye nem normálisak az emberek, miért nincs mindenki... Ez már akkor benne volt, mikor a sorban álltam popcornért. Hát persze, de mondom, de ez... Mi a fenéért nincsenek itt az emberek? De figyelj, de ez normális dolog. Erről szoktam beszélni nektek, csak ezt mondtam, hogy általában az interneten ezt szokta kiváltani egyébként, mert ugye ott tök máshogy csapódik le, mint így szóban, uh-huh. A sok ellenérzést. Srácok, azért, mert ugye az ember annyira felpörgeti magát, hogy már nem az a legjobb dolog, amit ő néz, mert az nem elég, hanem már minden más is rossz, és aki szerint nem ez a legjobb dolog, az nagyon buta, stb. Ezek természetes érzések, csak ugye azt pörgeti, hogy valaki mennyire rajong valamiért, mennyire szereti. Én elhiszem egyébként, hogy a Dűne ezt simán kiváltja az emberekből, azért mm-hmm. Nagyon régi történetről van szó, amit egyébként nagyon sok generáció ismer. Hogyne. És én azt gondolom, hogy Denis Villeneuve nagyon-nagyon jó választás volt, nagyon. Mint rendező erre a dologra, úgyhogy nem láttam a filmet. Meg ez a színészek fura. Is nagyon jók, végig. Uh-huh. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon
epic volt. Abszolút. De amúgy lehet, hogy csak Debrecenben van ez, mert látom, hogy írták, hogy Pesten alig lehet rá jegyet venni. Ott több az ember. Ja. Arányaiban is szerintem. Hogy ez a Dűne magyar cucce? Igen. Mint minden. Jézus hogy is magyar volt. Persze, ez az Alföldön vették fel, nem tudtad? Egyébként igen, de amúgy nem vicc. 9 lyukú híd benne van, csak mondom. Jézus is debreceni volt. Ott sétálnak el alatta. Ezt a múltkor mondták, nem? Meg a Beatles. Igen. Minden magyar, ezt már tudjuk régóta. Igen. Debrecen, amikor lesz IMAX? Egyszer majdnem lett. Már nem tudom, hogy erről lehet-e beszélni. Egyszer majdnem lett, de nem lesz. Nem lesz, de ha lenne is Debrecenben IMAX, az a kis IMAX lenne. Szerintem. Ja, hát gondolom. Tehát valószínűleg 16 méteres IMAX lenne. 15-6 méteres IMAX lenne itt. Biztos, hogy nem lesz, Pisti, mert ugye bővül most már a létszáma a városnak. Igen. Nagyon sok ember lesz. Igen. Éppen ezért szükség lehet IMAX-re. Meg lehet egyébként, hogy lesz, nem tudom. Mondjuk sokan járnának szerintem külföldre is ide. De mondom, szerintem max 16 méteres IMAX-et csinálnának ide. Az is jó. Hogyne. De tudod, ha már IMAX... Nem tudom. Nem tudom, de az tehát valószínűleg egy akkora lenne itt. Majd. Ha engem kérdeztek. Egy 22-est amúgy már úgy, tehát arra úgy lehet járnék mondjuk úgy havonta egyszer biztos. Mm. Valamit nézni, valami, tudod így a virágok beporzását 3D-be, vagy valami akármilyen szart, amit adnak rá. Ez van. Ugye az IMAX mozi között is van különbség. Nem mindegyik ugyanakkora. Hogyne, hogyne. Ugye itt formátum, sok minden kritériumnak lehet megfelelni, hogy rá lehessen írni, hogy IMAX. Vagy igazi nagy IMAX, azt hiszem egész Európában vagy 4. Vagy igen. Ilyen az a nagy, ahol olyan gépek vannak. Igen. Az Oppenheimer-es vetítésről derült ki, ugye? Így van. Bár ott ugye egy másik kritérium is volt, hát hogy hova fér bele a szalag, meg hova nem. Magyarul nézted a Dűnét, vagy nem? Angolul néztem. És 2D-ben. Akkor úgy nézted meg, ahogy kell. Zsír. Így van. Angolul 2D-ben néztem, nagyon jó volt. Így van. Szóval nem tudom, hogy lesz-e. Az IMAX-em úgy, látom, hogy kérdeztétek, hogy nagy a különbség. Nagy. Nagyon nagy a különbség az IMAX meg a nem IMAX között. Ez is olyan, mint a bármilyen technológiára előre felé váltani, srácok, hogy megnézel IMAX-t, úgy zsír volt, és akkor jössz rá, hogy mennyire volt zsír, mikor utána majd elmész normális moziba, és így Na, tessék. Igen. Szóval értitek, hogy miről van szó. Én úgy gondolom, hogy megéri egyébként IMAX-ba menni. Nagyon is. Mert szerintem állati. De mondom azt, hogy itt Debrecenben valaha lesz-e, de csak az arénában van Magyarországon, nem? Igen. De jó lenne amúgy, hogyha lenne, na, itt elférne. Keletebbre is. Elférne, én bírnám. Hát én is eléggé bírnám. Én bírnám, bár ugye látjuk, hogy mekkora panák vannak mindenhol egyébként, minden szinten. Nálunk van 4DX. 4DX, esős 4DX. Na, az baszó, nem? Nem szeretem. Az a baj, én ezt nem szeretem. Igen. Nem tudom. Engem kizökkentenek ezek a dolgok a filmből. Uh-huh. Lehet, hogy mondjuk például én beülnék lehet egy 4DX-re a Kong és Godzilla simán. Filmre, 4DX-be, simán. Az simán. Simán. Az simán, mert az eleve egy olyan film, ami arra megy, hogy látvány, az effektek. A Top Gun is például biztos fasza volt. Nem? Most gondolj bele, egy Top Gun Maverick-re simán beülnék. Az is jó lehet, az igen. De mondjuk egy Dűnét nem néznék meg. Nem, én sem. Emlékszem, amikor megnyitott, akkor voltunk a Tomb Raider-en. Igen, tiszta víz lett. A Vikanderes Tomb Raider-en. Az tök jó volt például. Jó volt, az így, tehát azzal jobb lett a film. Amúgy igen. Amúgy a 4DX-el. Igen. Ott emlékszem, az a hajós rész, az tök paraszt volt. Az nagyon durva volt. Felcsapott a hullám, és így... Igen. Meg tudod, ez a fúj a szél, fúj a víz, minden becsukja az ajtót a bajt, de megint kinyitja, megint jó, meg anyán, az nagyon bírtam, amúgy ez tényleg király volt. Igen. Engem. Nem hiszem, hogy van homokszórás a Dűne alatt, de ki tudja? Az durva lenne azért. Igen. Törölnéd, vagy köpködnéd a homokot. Nekem adná amúgy. Most, igen, most megint felsejlett egyébként, hogy kijött ez a Szent X, vagy mi az Isten, tehát ez a szagozás. Igen. Megint kijött ez a szaggenerátor dolog, most elvileg lehet majd kapni számítógéphez, meg ja, tévéhez. Ja, tényleg. Igen, azt láttam én is. Elvileg videójátékokhoz árulják. Na jó, hát ez... Le kéne tesztelni. Az, hogy megint csak a South Park jutott eszembe egyből róla, a South Park játék, úgyhogy nem tudom, hogy a hányást és a fingszagot hogy tudja csinálni, de... Le kéne tesztelni. Le kéne tesztelni, csak hogy adod át.
Uh-huh. Érzitek, milyen jó üres? Hát most ez úgy, mint érted, egy fejhallgatót is letesztelsz. Igen, igen. Hát és így elmondod, hogy milyen. Elmondod, hogy milyen, igen. Igen. És mi milyen jól tudnánk fogalmazni, nem? Amikor meg kell fogalmazni a szagokat. Igen. Kicsit hasonlít a Fink szakhoz, de nem az. Igen. Nem teljesen. Amúgy én attól félek, hogy olyan, mint az összes ilyen szakcucc, tudod, hogy igazából mindennek Fink szaga van. Csak az egyiknek nem annyira. AI-os. Na, akkor az alapból kell. Aj, adjuk már ezt az AI-t, komolyan mondom, úristen. Legközelebb az AGI-nál beszélgessünk már erről, mert annyira furcsa tudod ezt így megjegyezni, hogy most minden egyes alkalommal, hogy akkor most AI, igen, de hogy most ez az az AI, amit AI-nak hívnak, ez vagy... A képernyőről felismerő, hogy hol van épp a karakter, vagy mi látszódik, gondolom. Aha. Aha. Az az AI benne. Aha. Igen. Na mindegy, ez furcsa, igen, hogy most tudod, összefolynak itt a dolgok, itt a machine learning, a large language model, az AI, meg minden között, hogy most mit hívunk AI-nak, AI ez most az új divat, ez van. Igen. Ez van. Látom, hogy már másodjára kérdezett Nikolász, hogy lesz-e dűnek kibeszélő, úgyhogy nem mondom meg. Titok marad. Titkok marad. Titkok. Bocsi, nem bírom. Nem őt! Mindegy. Titkokon! Hagyd abba! Rövid történet. Tervezünk igen a Dűne 2-ről kibeszélőt csinálni jövő héten. Ha sikerül, mindannyian megnézzük. Ez nagyon fontos. Én úgy érzem, hogy ez rajtam fog múlni egyébként. Valószínűleg. Mert van vagy két... De én ezt félig meddig amúgy direkt csinálom. Mert van 2-3 ember, aki azzal szívad engem, hogy ne azt tudod mondva, mert a rohadt buti máltalgot sincs, és én ezért nem megyek. Na, tessék. Tehát, hogy van egy ilyen... én mindig a feleségemnek szoktam mondani ezt, mikor tudod, ilyenkor még mindig meglepődik, így 14 év után, hogy ismersz engem. Ha kell, én kikötözöm magam egy hajóhoz. Csak azért, mert én úgy gondolom, úgyhogy itt nincsenek olyan dolgok, amik megrepednek, hogy ezért se erőltetem ezt a dolgot, és inkább szoktam otthon nézni a dolgokat majd, de igyekszem valahogy megoldani, hogy el tudjak menni megnézni addig. Egy. Kettő, az egyből csináltunk kibeszélőt. Igen. Egyébként hárman. Mindhárman kibeszéltünk. Kedden. Az első részt. Nagyon jó, egy olyan legalább 20-25 percig beszéltünk. 20-25 percben kibeszéltük a Dűne egyet most, tehát ez tegnap előtt. Igen. Egyébként, hogy legyen a kettő előtt egy ilyen áttekintős felkészülés. Igen, igen, és ez ugye tegnap ki is került volna. A csatira. Csak valaki megnyomta a space-t a felvétel közben az OBS-ben, és leállt. Hát... előfordul ilyen, na... Ups. Úgyhogy, ha valaki kíváncsi rá, Balázs el tudja mesélni, hogy milyen most. Már nem a film, hanem a kibeszélő. Igen, majd elmondom, hogy mit beszéltünk róla, minden ilyen. Igen. Sajnos még mindig előfordulnak ilyen van, dolgok. Van ilyen, na. Egyébként, de komolyan. Tehát egyszerűen tudjátok, mennyi videó készül itt nálunk? Nagy számok törvénye. Jó, hát persze kell. Egy évben egyszer-kétszer ilyen elő kell. Igen, az első 4 perce megvan. Az első 4 perce megvan, és ez nagyon izgalmas. Ott azt látjuk, mint tízer. Amúgy ezt látjuk, mint tízer, aztán majd jön az egész. Igen. Nem. Nem, majd hát úgy lesz majd, hogy a második rész kibeszélőjének az első 3 percében összefoglaljuk. Egyébként ez nem egy rossz ötlet. Ennyi. Egyébként igen. Ez nem egy rossz ötlet. Amúgy pont azon rögtünk, hogy az első részt össze lehet foglalni kb. 4 mondatban, hogy mi történik benne. És még lehet sokat is mondtál. Lehet, hogy sokat mondtam, igen. Hát... Főleg, hogyha Pisti körmondataira gondolunk, akkor ott... Ne, nem kell nekem körmondatozni. Mi a Dűne egyről? Hát igen, majd ha belegondolsz, most pont azon gondolkodom, hogy... Igen. Pont összeírtam magamnak ilyen bullet pointokba a múltkor, hogy... De így mondjam el, a Dűne kibeszélő, tudjátok. Van Luke Leto, meg Jessica, nekik van egy fiúk. Paul. Ott vannak a Caladanon, ők a sorosok most az Arrakiszon, ahol a fűszer van, ami kell az intergalaktikus utazáshoz. A Harkonnenéktől veszik át, előtte letesztelik, hogy Paul-e a Kvisatz hadarak, aki mindent lát. A múltat és a jövőt.
kifingatják őket a sárdakúrral, Paulék meg megszöknek, azt találkoznak a Fremennel. Vége. és tényleg, és ki is lehet klippelni, és ennyi a dűne. Viszlát? Tudom, hogy ezzel így nagyon, nagyon leegyszerűsítettem, de hogy ennyi történik amúgy az első filmben. Jó, nem ennyi. Csak tudod, a felzárkóztatás a kettőre. Ne haragudj, nem láttam az egyet, mi történt? Hát! Emlékszel, hogy kezdődött a kettő? Nem láttam a kettőt. Aha. Na, oda jött Paul, ahol kezdődik a kettő. Ennyi. És így, ennyi. Meghalt az apja, na. Igen, meg egy dolog kimaradt belőle, az, hogy vannak benne félelmetes nagy férgek, ennyi. De ez mi a lényeg? Ez nagyon fontos. Nem fontos. De. Nem, ez nem fontos. Jani, ez nem fontos alapvetően. Tehát, hogy a férgek azok úgy... Ez már részletkérdés. Tehát, én olvastam a könyveket a negyedikig, azt hiszem. Én nem emlékszem olyan pontra, amikor a Harkonnenékkel leül, bazd meg, az óriás féreg így egy asztal, az, hogy... Harkonnen, a kurva él, basszom meg, most már kezdje meg addal valamit, és akkor tudod, hogy így politizáljuk ezeket meg. Tehát ők ott vannak, ott végig benne vannak. Meg ott állnak rajta, meg bekapnak dolgokat, néha kiköpnek, és így ennyi. Hát kiköpni még nem láttam. Hát nem van, mint a porszívó. Ott van bazzeg a másik oldalon, sose láttam még, mert szerinted nem kulázik. Hm? Amúgy pont ezen gondolkozom, hogy idő után megtelik homokkal, ahogy... Hát hogy a geci menet elnök? Tehát, hogy valahogy ki is kell jöjjön. Hát nyilván, ez egy légáteresztő réteg, egy szűrő. Ahogy nyíregyen mondják. Pontosan így van. Na mindegy, ez van. Csak így most el akartam mondani, nem tudom, hogy miért jött. De ez a Dűne kibeszélőnk története. Pontosan. Ha valaki kíváncsi lett volna rá, egyébként nem csak ennyit írtam le, csak próbáltam eltorolkodni, hogy vicces legyen. De ennyit írtam le. A kulája a fűszer. Így van. Hát ja. Mint az a macska. Tudod, amelyik megeszi a kávébabot, az kiszarja. Az nagyon durva. Zseniális a világ egyébként, zseniális. Nem kell hozzá science fiction, nem kell. Tehát, hogy gondolj bele abba, hogy mióta van, nem a Föld, mert az, arról nincs miről beszélni, mióta vannak, mondjuk, mit tudom én, civilizáltnak nevezett emberek. Hogy azért, ha belegondolsz, hogy a történelem során mikre jöttek rá az emberek, hogy vajon hova tennéd az időszámításunkban azt, amikor így már meguntak mindent az emberek? Mert ahhoz, hogy rájöjj azokra a dolgokra, amikre rájöttek ők, ahhoz azért kell egy fokú unalom. Hát de azért ez már szerintem egy társadalmi szint is, ahol eljön az unalom. Jogos. Tehát, hogy nem minden társadalmi szintbe jön el, de ahol eljön, szerintem már az 1600-as években is, sőt, lehet még hamarabb. Uh-huh. Mert hogy mindenhol unatkoznak az emberek, vágjátok? Én a múltkor néztem pont azt, tudjátok, hogy megnéztünk már pár ilyen élvezetes dolgot, meg ilyen nem megszokottnak nevezett dolgot az interneten. Mindjárt mutatok egy másik ilyen érdekes dolgot, nem tudom, hogy láttátok-e, vagy hallottatok-e erről, de mindenhol unatkoznak, és mindenhol próbálnak jól szórakozni, hát nevezzük úgy, hogy az emberek, de vannak, akik az ilyen embereket mindig is ilyen Daredevilnek tartották. Hát, úgy hülyeséget mondtam, mert a rómaiak is unatkoztak, mert azok meg dugtak mindenkivel. Már azok is unatkoztak. Hát de ott is egy szint fölött tud unatkozol. De hogy ott már ott előjött ez. Valószínűleg. Hát gondolj bele, ott mik voltak Jézusom, a legnagyobb gangbang party. Rómában? Maradjunk annyi, hogy Rómában nem lettem volna mondjuk pelikán se. Hát azért mondom. Igen, azért, tehát hogyha visszagondolom. Mert ott biztosak lehettek benne, hogy ott valaki, az meg biztosan megdugott egy pelikánt. Ott ültek biztos. Halálbe baszva, de tudod, nem úgy, hogy ma, hanem egy két hete. Igen. Hát így nyomkodták a szőlőt az orrokba, mert már megunták a kisfiúktól kezdve mindenkit így ott Rómában. És nézték, hogy gyönyörű ez a pelikán, te. Oda nézzél, a vízzá! Abban a pillanatban. Igen. De ez is a nagy számok törvénye, ha belegondolsz. Tehát nincs olyan, hogy nem. Valaki elkapta a pelikánt, azt biztos. Na de most nem a pelikánvaszásról beszélgetünk, mert ez nagyon csúnya dolog, hanem arról akartam, vagy azt akartam megmutatni nektek, hogy tudjátok, mutattam egy pár érdekes sportot már a Happy Hour-ok történetében. Olyan szempontból, hogy jó, most azért a játéklovacskázós az azért eléggé toppos volt, de a boxolósaktól kezdve a motoros chariot riding, meg amit el tudtak képzelni, túl sok példa van erre. Uh-huh. Túl sok. Na most már is megpróbálom megmutatni nektek, hogy mire gondoltam, ha be tudom hozni nektek ezt a videót, mert ugye vannak gondjaim, maradjunk annyiban. Nem tudom, mennyire fogom meglátjuk. Bárjá, Bazsi, még majd szólok, mert ez ilyen Jézus él. Ahogy ezek itt működnek. Tehát ezt muszáj leszögeznünk egyébként, hogy Tájföldön vannak rizsföldek. Ez megvan? Igen. A rizsföldeken pedig vannak olyan eszközök, amiknek neve
a Rizs traktor. A Rizs traktor az gyakorlatilag egy ilyen kis motoros eszköz, aminek lapátos kereke van. Igen. És azzal mennek, ugye, és ugye, mert a Rizs föld az így félig meddig víz alatt van, és akkor ugye ott dolgozzák meg a földet alatta, és ez a Rizs traktor. Na és ott, ha hiszitek, ha nem, és innen jön, hogy mennyire benne van az emberek vérébe ez az egész dolog, bazd meg. Igen. Mert mindenki ott csinálja, ahol tudja. Ott kitalálták, hogy Rizs traktorokkal fognak versenyezni. Méghozzá nem akárhogy, hanem gyorsulási versenyezni, másodperc türelmet kérek, mert az a baj, hogy itt egy insta izét kell fel gyorsítsak, figyelje, megyen Balázs. Tehát ez itt a Rice Tractor Drag Racing, öcsé, olyan szinten kenik a Rizs traktorral, mint a kurva azt élet, bazd meg, ezek turbós motorok, baszod. Oda nézzél a drónról. Nem! Érted? És a Rizs traktorral baszatja neki. Azért ez ott van szerintem a szervó. De na, ez durva. Oda nézzél, és a mutató ujjával. Ott az úgy megy, és azért ez egy elég kemény. Meg hát ott itt, tehát a Rizsföldön. Insane. Oda nézzél, itt van most, first personból nyomatják, amit el tudsz képzelni. Mondom, a versengés, az őrület... Hogy gyorsul látszik? Mint a kép. Öcsém, ezek úgy mennek, mint a szar. Nem ez a lényeg, de látod, tök mindegy, hogy versenyautó, fűnyíró, vagy mi az Isten, mondjuk ezt a kameraszöget nem értem. Mikor először megkérdezték, hogy vizes leszek? Da. Tudni nem. És akkor így a Rizs traktorra kenik. Szerintem állat. Na most mindegy, de csak mondom, hogy azért ez benne van. Ez benne van, hogy az ember mindig keresi. Mindig megy ez a derdevilség. Ez az őrület. Tehát tudod, vágynak az izgalomra, akármilyen. Tehát most mondod azt, hogy társadalmi szint is kell ahhoz, hogy az emberek úgymond unatkozzanak. De látod, hogy nem. Ja, jó, tehát mindenki megtalálja magának egy kicsit az őrületet, az elmebajt. És igen. én ezt mindig is csodáltam a világban, és tudom, hogy nagyon sok példát hoztam már erre, és mindig erről beszélek, de akkor is én ezt csodálom a világban, meg az emberekben, és tudom, hogy hülyeség, meg veszélyes, meg füstöl, meg minek. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Az emberek mindegy, hogy hol vannak, mindegy milyen szituációban, valamilyen szinten élvezni akarják az életet. És néha kell egy kis kilengés. Uh-huh. Akkor is, hogyha neki állsz Rizs traktort tuningolni. Bazd meg. Hát ez nagyon durva. És utána megérted, utána megesszük meg a rizsát, ami ott van a földeken. Figyelj, öreg, ott átvalmozgatva a földbaszod. Ott biztos lehet benne. Úgy azt hiszem, hogy végülis ennek haszna is van. Persze. Mert ez úgy halad. Látszott, hogy rendesen olyan, mint a, nem is tudom, eke? Vagy úgy... És hát így, az egy ilyen lapátos. Egy ilyen lapátos tudsz, és akkor így végig. Ja, mondjuk a párbeszédek durvák lehetnek, tudod, amikor mondjuk belevágsz a rizsbizniszbe. Gyöltsz, mennyi föld, mennyi munka lesz ezzel? Másfél perc. Így van. Rá! Csak két versenyt szervezel, aztán ott is van. Minden esetre szerintem izgalmas ez is, és így megnézni azt, hogy ilyenkor mi történik. Uh-huh. Tudod, az emberekben. És most nem arról beszélek, mert nyilvánvalóan a rómaiak is kitaláltak mindenféle szart, hogy igen. Mit tudom én, legyen fogadhajtó verseny, gladiátor viadal, meg ilyenek, mert ugye ők egészen más szintekre jutottak el. Persze. De látod, még ők sem tudtak jobbat kitalálni. Ki a gyorsabb? Ez van. De most komolyan, tehát szerintem ez állat. Állat. Nagyon-nagyon sok ilyen cucc van. Láttam már jégkor is amerikai focit? Aha. Jégkor is amerikai foci. Igen. Van olyan? Van. Nem láttam is sose. Nem áll. Nem láttam. Kicsit vicces, mert... Körülbelül egy hete küldték nekem is a videót. Ugyanazok a szabályok, meg minden, aha. És... Csak kisebb a pályán vannak. Kevesebben vannak. Hát a jégkorong pályán vannak, nem tudom, 5-5 ellen kb. Döglött hintoló küldött egy linket, lehet, hogy azaz. Azaz, igen. Igen, csak ez, én YouTube-ot kerestem, de végül is ez is jó lehet. Várjátok, már is megmutatom nektek, hogy néz ki. Igen, itt is van. Ja, hogy... De mi? De rendes cipőben aha, vannak? Aha. Igen. Na, én nekem ez nincs meg. Én azt hittem, hogy rendesen korcsolyával nyomják. Nem, csak a bírók. Na, jól van. De ennek mi értelme van így? Hogy nehéz. Az, hogy nehéz. Mekkora társadalom van, látod? Ez a jelenet igazából, ami jó, hogy a snap se sikerül, és printel a labdáját. És kiszponzorálja a rossz manutágot. De nem az, bazdmeg, de ez a... Ez egyszerűen nem visszavált. Oda nézd!
gyakori a touchdown, mert itt valaki megindul, azt úgy se érde dobja. Nem érde, tudom. Ott nézd meg. Hát ez kurva. De itt láttam több pont is. És van. Ott vannak a pompom lányok. Ők, yeah, meg a kispad. Yeah. De a kérdés a miért? Azért, mert nehéz, Jani. Azért, mert nehéz. Mert szórakoztató, hogy balfaszoskodnak a jégen. Figyelj, de tudod, mik vannak egyébként? Ez szórakoztató. Hogy nyilván, de hogy milyen sportok vannak meg ilyenek. Tehát te is tudod nagyon jól, hogy mindenki indult egyszer valahogy. És mindennek az alfa és omegája az, hogy mert nehéz. Hát ez így azért öngyilkosság, tényleg. De ez most olyan, hogy tudod, biztos láttam egy ijászatot. Persze. Amikor ugye ijászkodnak, tudod, és akkor hát mit lehet az ijászattal csinálni? Minél messzebbről, minél kisebb célpont, lóról, meg mit tudom én. Most ott vannak azok a lányok, akik kézenállásban, úgy, hogy a segik a fejük fölött van, ja. A lábukkal húzzák ki az íjat, és célba lőnek középre. Na, ez nem tudom, hogy láttam már én is olyat. Az nagyon miért? Búlva. Miért? Mert nehéz. Challenge. Csinálnak te így. Ennyi challenge. Az oka. Tehát nincs semmi oka. És a jégen miért kell amerikai focizni? Ugyan ezer hülyeség miatt. Hogy ez van. Mert az amerikai focinál még mindig, megmondom őszintén, mindig nehezen jön a számra ez a foci. Igen. Dolog. Tehát ez egy másik gyönyörű szépsége egyébként szerintem a modern társadalmunknak. Hogy az futball. Ja. Rúgják is. Pasi, az nem fut, és nem ból. Nem. Tehát nem ból, mert az nem ból, tudjuk milyen a ból, az nem ból, és nem is fut. A rúgó játékos külön játékos, nem? Hát az a baj, hogy itt mindenki külön játékos, de igen. De értem, hogy mondod, de az az egy eset, amikor rugja, oda jön. Akkor ő jön, persze. Az irányító is csak egy bizonyos ember. Én értem, de olyan nincsen, hogy te futsz a labdával, és így elrúgod a gecibe. A rögbibe van. A rögbibe van? Tudod, mi a rögbi? Tudom. Nem futball. Nem. Hendeg. Igen, hendeg. Én csak mondom, én csak az elnevezést vitattam, hogy annyira kardoznak az amcsik, bazd meg, hogy a futball az ez, de bazd meg, de se nem fut, se nem ball. A kurva életben. Ez az ő dolguk. Igen. Nem tudok ehhez mit hozzáfűzni, de itt csak az elnevezés, nem a sportot bántja az ember, igen, hanem egyszerűen az elnevezést. Mert ugye hát a rögbi az rögbi. Hát igen. Igen, a rögbi az azért rögbi, mert ugye ott van futball is, és az tényleg futball. Ezért nem tudták, nem értitek? Ez egy ilyen... Egyébként pont a rögbibe volt a héten egy ilyen videó, hogy a csávó az körbefutotta a pályát, és elrúgta saját magának. Aha. És aha. Egy fantasztikus teljesítményt csinált ő is. Igen, mondjuk az elkapni. Igen. De tudjátok, hogy miről van szó? Itt az összes sport, az összes ilyen dolog, ami, tudod, egy kicsivel bonyolultabb, mint a klasszikus sportok, és rengeteg van, az általában mind úgy alakul ki, tudod, hogy mit kéne? Tudod? Úgy unok mindent, és így igen. Kitalálják igen. A dolgokat. De ez is ugyanolyan, tudod, hogy mondjuk, hogy a picsába találták ki a lacrosse-t? Az, amikor tudod, a bot végén van egy ilyen kis háló. Jaj, tudom. Abban van a labda, igen. Azt kicsit olyas, igen. Mint az amcsi foci, így a ruha, meg ilyenek, ott szaladnak. Hát van a védőfelszerelés, ne a kis van, de hogy bazd meg, de hogy kurva nehéz abból a szarból egyikből a másikba dobigálni, hogy az mi? És akkor olyan, mint a gyephoki. Nem, van gyephoki, az más. Az más, az teljesen más. Tehát így, mindegy, teljesen... Teljes elmebeteg sportok alakulnak ki mindenhol, tudod, a világ összes területén, máshogyan, verziók, stb. Hát na. Ez van. Egyszerűen ez. Mindenkinek így a megfelelő. És szinte mindegy, milyen egyszerű a sport, akkor is lehet végtelenül komolyan menni. Mindent lehet. És nagyon komolyan csinálni. Igen. Jó. Még a műlovon lovaglást is lehet. Igen. Profi szinten csinálni. Igen. A curling azt én sem igazán értem. A curling... Nem is ilyen furcsa sportok nekem. A curling az inkább, tudom, hogy nagyon fura így a látvány szinten, de a curling az inkább olyan sport, mint a darts. Inkább olyan, hogy tudod így, tehát hogy az ilyen dexterity sport, tudod? Uh-huh. Tehát, hogy igazából az a lényeg, tudod, hogy tehát az is művészet egyébként. Az. Tehát, ha belegondolsz, hogy mennyi változója van, hogy a rettenetesen hosszú pálya, ahogy van, valami paraszt elengedi azt a golyót, azt meg kell tolni. Igen. Olyan sebességgel, olyan irányba, úgy tekerve, hogy oda menjen, ahova akarja, és
ugye, hát sikerül, ahogy sikerül, és abból, ahogy korcsolyázol a cucc mellett, meg látod, hogy majd ott lesz, de azt szerint kezded el seperni, mert te már látod, hogy újbáz meg nem megy el odáig, és akkor még johnizod, hogy já, tudod, simább legyen. Igen. Tehát én értem annak a nehézségét, meg a bonyolultságát. Mert értem van, azt is, hogy miért gondolják, hogy röhelyes. De az egy nehéz sport. Nehéz, nehéz. De, és azt is lehet nagyon-nagyon jól művelni. Igen. Egyébként. A dárt is pontosan olyan, bazzek, hogy most érted, a dárt is egy olyan téma, hogy az is, az emberek tudod, akkor értik meg, hogyha elkezdik, és mindom megnéznek, mit tudom én, több meccset, és akkor elkezdik látni, hogy ó, hogy ez amúgy nem úgy megy. Tehát a curlinget is biztos lehetne így élvezni. Egyébként. Hidd el nekem úgy, hogy lehet. Hogy lehet élvezni. Azt szokták mondani a buta emberek, igen, hogy akkor tanulod meg nagyon-nagyon durván élvezni az egyik sportot, ha fogadsz rá. Egyszer, mert akkor igen, muszáj nézned. Ja, jó, de szerintem ez hülyeség egyébként. De a dartot is lehet nézni, az is baromi izgalmas. Én mondjuk ilyen casual szinten nézem a dartot, tudod? Hogy mit tudom, én a múltkor néztem pont hétvégén. Hétvégén néztem dartot a sportfaszomon. Most megy a nem Premier tudom, League. Premier League, igen. Igen, igen. Oh, hogy hívják? Van Gerven, köszönöm. Ő nyomatta. És akkor tudjátok, hétszeres világbajnok, meg ilyenek, és tudod, így ülsz, és így nézed, és... Ja, nem tudom semmit megdobni. Mi a faszom? Ki ez a csávó? Tudod? Te semmit az égvilágon! De tudod, amikor így nézed, így dupla 12-vel kell kiszállni, és akkor így nem. És így, mert van, amikor nekik is rosszul megy, de akkor már más miatt izgalmas, akkor meg amiatt izgalmas, hogy ki a nagyobb balfasz. És valamikor mindketten nagyon szarok. Így van, és így látod a szarakodást, hogy mind a ketten dupla kettesen kell kiszálljanak, meg satt, de tényleg, és így, nem tudom, de mindennek megvan egyébként a, szerintem a varázsa. Még az autós MMA-nak is. Azt is megmutattuk egyszer. Igen. És hogy mindennek meg legyen a varázsa, igazából Janinak is, hogy tehetnénk Pisti élvezetesi a curlinget. Uh-huh. Kellene még egy csapat, meg még egy, de inkább két ember a mi csapatunkba, igen, és élő curlinget csinálni, hogy egy ember a hátára fekszik, mint a kis teknős béka. És akkor őt tolod. Az is durva lehet, igen. És egy olyan kis műanyag szárkóba, tudod, mint amivel régen csúszkáltunk, az olcsó. Igen. És akkor így forogna Jani. És akkor, a fejedel lenne a sisak. Hát azért lenne még előtte az ember, aki sikálja a havat. A fejedel lenne a sisak, és a sisaknak kell minél közelebb lenni. És akkor jön a másik csapat is, aki meg a léptal. Élő curling, ez jó. Ne, igazatok van, én a sportfogatársaknak egyáltalán nem vagyok a híve, de ennek mondjuk a magyarázata borzasztó egyszerű, nem igazán értek a sportokhoz. Nem. Úgy nehéz fogadni rájuk, hogy hallom, ki fog nyerni. Necces, igen. Nem tudom. Úgyhogy igen. Mondjuk azt mondják, hogy nagyon érteni nem kell hozzá. A sportfogadáshoz? Hát azért nem árt, hogyha nem érzésből csinálod. Meg most így a alapokkal persze tisztában lenni, meg az esélyekkel, az fontos. De hogy úgy amúgy annyira, hogyha nem vagy benne. Hát igen, nem feltétlenül hát kell. Hát ez attól függ. Nem kell hozzá. Megérted, szerencse is kell hozzá. Igen. Kell hozzá szerencse is, igen. A sportfogadók, akik tudod, ilyen nagyon-nagyon professzionális sportfogadók, ők azért elég sok kutatást végeznek, de azt mondják, hogy egy idő után, hogyha sokat fogadsz, akkor kialakul egy ilyen, hogy mit kell nézni. Persze, és akkor már egyszerűbb. De, de vannak azok az őrültek, tudod, akik így a magánéletüket figyelik a sportolóknak. Uh-huh. És az alapján, hogy na most neki most szarkedve van, mert a feleségével összeveszett, akkor most valószínűleg lehet le fogják cserélni hamar, és akkor így mi van? Igen. Valaki annyira belemegy. Valaki annyira, mondom, a nagy öregek, akik nagyokat fogadnak, azok azt mondják, hogy ugye a nagy számok törvénye alapján lehet figyelni egyébként, hogy mi történik. Van, mindenkinek más módszere van. Egyébként erre, de mondom, én nem vagyok híve ennek, meg amúgy sem szeretem az ilyen szerencsejátékokat, bár ugye ennek nem minden része szerencse, de nyilván benne van az is. Bármikor történhet valami. Nem, amúgy ez tudás is kell, ezt aláírom. Hát igen. Azért valamilyen szinten képbe kell lenni, nagyjából az esélyekkel legalább. Hát, hogyha megélhetési szinten akarod csinálni, igen, ha csak hobbiból bohóckodsz vele, akkor... Akkor mindegy, igen. Igen. Olyan, mint a részvényelemzés. Van fundamentális, teljesítmény alapú és technikai, aki csak a trendeket figyeli. Így van, Gabriel, ez egy nagyon jó példa, köszönöm szépen, hogy a sportfogadásnál is, mondom, én másképp fogalmaztam, nem tudok beszélni, de amit te mondasz, az egy nagyon jó példa. Igen, hogy a részvényelemzésnél is, aki ezt csinálja, ott is van olyan, aki tudod, figyeli a cégeket, hogy mik történnek, hogy mit beszél a CEO, hogy hova dugta be a pöcsét, meg minden. Ilyenekről, tehát ilyeneket figyelnek, és abból próbálják prediktálni, hogy változik valami. Valaki pedig, tudod, így
nagyon távolról nézi a trendeket, és az alapján próbál jósolni, és egyébként az is egy módszer, és azért mondom, a sportfogadásnál is, aki elég régóta csinálja, az látja, hogy miket kell figyelni ahhoz, hogy ez jól működjön. Igen, de mondom, én nem hiszek ezekben, én nem is nagyon támogatom, de azt tudom, hogy a sportfogadás egyébként, tehát hogy professzionális szinten egyébként nem egy óriási, hogy mondjam, nincsenek olyan nagyon sokan a világon, akik ilyen rettenetes összebefogadnak így sportra. Sokan vannak, akik nagyon kevés tétekkel játszanak. Vagy hogy mondják ezt? Vagy kis tétekkel. Igen. Szerintem is úgy van egyébként, hogy a legnagyobb élvezeti érték az tényleg olyan, hogy tudod itt így, mit tudom én, megbeszélgetik itt a haverok, és akkor felradnak, mit tudom én, egy tízest, vagy nem tudom, vagy ilyesmi, de aki tudjátok, ilyen milliókban, meg tízmilliókban, meg százmilliókban játszik, azokból nincsen túl sok. Én pontosan arról beszéltem, Lorianban, hogy egyáltalán nem támogatom ezt a fajta dolgot. Nem. Úgyhogy nem tudom, hogy jutottál erre a konklúzióra, de lelked rajta. Én úgy tudom, hogy egyébként a legtöbben, tehát az én ismerési körömben a legtöbben, akik sportot néznek, ők nem fogadnak, de nem tudom, nálunk például a középsuliba ment nagyon ez a foci meccsekre fogadás. Uh-huh. Ott akkor fogadtak? Ilyen nagyon apró pénzbe, akkor még ilyen 200-400 forintban, meg ilyenek. Én egyszer, nem is tudom, valamelyik ilyen oldalon volt ilyen akció, hogyha beregisztrálsz, akkor kapsz 5000 forintot, vagy valami ilyesmi. Jaj, volt ilyen... És akkor beregisztráltam, és tudod, fogadtam az árcra. Az amúgy menő volt, mert akkor tudod, volt egy plusz izgalom, hogy na most, az egy szervásra magad, mi a fasz? Ott akkor rendesen pluszba indulsz. Mint hogyha olyan korosú pénz tettem volna fel, tudod, 500 forintot, de nem baj, akkor is izgulsz. Pénz az pénz, Jani. Pénz az pénz, igen. De ja, nem tudom, hogy nálatok volt ez. Ez így a mondjuk ilyen 2003-2007 között tudok erről beszélni. De akkor valahogy ment. Akkor ment. Így a középsulisok körében. Uh-huh. Ez a tip mix, vagy mi a tököm? Nekem mindig voltak is főségek, akik csinálják. Igen? Mai napig van, aki nyomja. Igen? Aha. Nagyon rajta vannak ezen, főleg akik tudod, nagyon szeretik a focit. Aha. És akkor ők... Az a baj, én mindig hallgattam, hogy így erre-arra fogadnám, hogy olyan csapatneveket mondtak, hogy én azt hittem, hogy így nagyjából tudom, de tudod így... Fogalmam. Azt tudtam, meg amikor ilyen afrikai ligára, tudod, így ilyen random csapat. Igen, így... De tudod, ilyen minimál szorzós, ilyen minimál szorzós vackokat, tudod, hogy... De így ez... Kell a biztos szorzó is. Mindig azon megy el a szelvény. Igen. Igen, és igazából nem arról volt szó, hogy ilyen óriási pénzeket nyertek, csak a játék volt a lényeg. Hogy na vajon sikerül, vagy nem ja, sikerül. Ja, persze. Stb. Igen, volt, lehetett. De amúgy most már mindenre lehet fogadni. Bármire. Mindenre. Az ég egyetlen. Hát a választásokra is lehet. Lehet, tudod. Így van. Pont néztük is, emlékszem. Igen, hogy arra is lehetett fogadni, így van. Arra is lehetett fogadni. Valaki azon is megszedte magát, érted? Biztos vagyok benne. Aha. Hát, szerintem ez a fogadás, volt egy műsor egyszer még annak idején, mikor nagyot ment ez a Dan Bilt szerián, vagy hogy hívják, a neten, akkor vele is volt műsor, és más ilyen nagy vegasi nem csak pókeresekről, hanem sportfogadókról, és ott elmondták, hogy ez egy betegség félig meddig, egy mentális állapot ennek a, tehát hogy ez az izgalom, tudod, uh-huh. Ez az adrenalin, ami ugye a nem tudod, mi fog történni, vagy izgulsz, hogy összejönne, vagy ilyenek, és ott ténylegesen olyan emberek egy csoportjáról volt szó, akik, tehát így azt mesélték, hogy konkrétan, tehát hogy olyan emberekről van szó, akik bármit bevállalnak, meg bármire fogadnak, ha elég nagy hülyeség, vagy ilyesmi, hogy ezek olyan arcok, akik ülnek egy étterembe, ahol bepárásodott az ablak, és így elindul fentről, tudod, két csepp, és 100 000 dollárba fogadnak, melyik él először. Tehát ennyire. Hát ez már mondom, ez egy két maroknyi ember gyakorlatilag, akiről szó van, akik ennyire elmebajba csinálják ezt. De ott ennyire. Uh-huh. Ott ennyire ez a végtelen versengés, meg fogadjunk. És ezek az emberek szoktak gyakorlatilag tudod, azért belefulladni a WC-be, mert abban is fogadni, hogy kibírja tovább. Nagyon durva. Úgyhogy egészen elképesztő, hogy milyen szintekig tud ez menni elharapózni, és nyilván ugye ezek mind olyan emberek, akik nagyon tele vannak. Hát persze. És úgy alakul ki. Nem tudom, hogy mennyire hogy mondjam nektek, gyakori az olyan eset, amikor valaki ebbe úgy esik bele, hogy eleve nagyon sok pénze van, vagy inkább tudod olyan, aki eleve a vagyonát is nyerte.
uh-huh. és tudod, hogy utána megmarad benne ez az őrület. Szerintem úgy jobban rá tudsz erre kattanni, hogyha van egy ekkora sikerélmény. Biztos vagyok benne, hogy az... Megalapozol egy életet erre az egészre, és... Hát és akkor utána nem tudod abba hagyni. Tényleg hogy jó, fogadjunk be azért, hogy mikor ég ki ez a lámpa, és akkor így... Ja. Engem. Engem. Azt hiszem ebből lett egyébként az a izé, hogy... Talán pont Dan Bilt szerint mondta azt, hogy tudod, így be voltak basszol, és azt mondta, hogy nem tudom, egy óra alatt, vagy két óra alatt elbiciklizik Las Vegasból Los Angelesbe. Jó, nem két óra alatt, nem tudom, mit mondott, hogy valami kurva gyorsan. Uh-huh. Anélkül, hogy megállna. És akkor nem tudom, hogy vagy hárman-négyen fogadtak, hogy gusztustan pénz, most tényleg megcsinálta. Nem mondta. De, hogy nem tudom, és akkor csaltak, tudod, mert a kocsi mögött ment a izébe, meg nem tudom, tudod, az alagútba. Nem, mindig ilyen nagyon-nagyon érdekes volt egyébként az is, hogy abból is volt egy ilyen sztori. Erre nem hallottam. Nem egyébként. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla. Én úgy tudom, hogy ez megtörtént, de az is lehet, hogy csak kitaláltam, tudjátok. Az interneten mondanak olyan dolgokat rólam is, hogy szörnyű, de én mintha úgy emlékeznék, hogy volt egy ilyen sztori. Vannak emberek, akik tudod, így teljesen elferdül, és már csak ez a valóságuk. Uh-huh. Egyébként. Ennek is megvan a szépsége, csak mondjuk jobb lenne egy olyan dolog, amitől mondjuk, nem tudom, ami mondjuk jobb példát mutat az embereknek. Uh-huh. Nyilván. De tehát van a játékfüggőség, és van ez a gambling függőség, és szerintem az nagyon veszélyes. Én mondom, és sosem támogattam ezt a dolgot. Hát igen. Legalábbis nem csak a morális része miatt. Én annyira nem szeretem. De úgy ez ugyanolyan szerencsejáték, ha belegondolsz. Persze. Csak ennek van legalább egy kis statisztikai alapja, de hát most az a baj, hogy bármi megtörtént. Pont olvastam, hogy írta valaki, hogy én is fogadhatnék e-sport meccsekre, mm. és soha nem fogadnék e-sport meccsre, mm. mert az meg basszus... Hát jó, ez most gondolom a fociban is ugyanígy van, mert még több ember teljesítményén függ ez a igen. dolog, de itt sok esetben tényleg ilyen hülyeségeken múlik. Most, hogy öt ilyen fiatal srácban hogy bízol meg? Vannak szóló esportok is. Jó, van szóló esport is, ez igaz. Sok de minden, soha nem fogadnék sok minden megtörténhet. Megüti az ujját, leszidja az anyja, elejti az aderolt, mielőtt elkezdődik a meccs. Akármi megtörténhet, és egyszerűen nem jön össze. Igen. Engem. Nem mernél fogadni a hétvégi F1-re? Miért nem? Pedig ott tudjuk, ki fog nyerni. Én nem ezt mondtam. Én nem mondtam semmiért. Most valami furcsán lesz a Forma 1, ez igaz? Vagy szombaton lesz? Na, mire gondolsz? Valami, Jani, mi lesz nincs furcsán? Nincs eltolódva? Nem tudom, valaki írta valami tegnap, vagy tegnap előtt, hogy furcsa lesz a Forma 1, hogy máskor lesz, mint szokott. Ez most Bahrein, nem? Igen, Bahreinben lesz. Igen. Hát időeltolódás az van. Hol van? A Ramadán miatt lesz most? Szombaton lesz. Ó, a Ramadán! Uh-huh. Igen. Akkor azért? Igen. Szombaton lesz a futam, holnap lesz az időmérő, akkor ma van a szabad edzés. Ma. Ugye? Uh-huh. Igen. Igen. Igen, 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 igen. Igen. Valami volt. Én is hallottam, hogy valami volt, de akkor a Ramadán miatt van. Nem tudtam, hogy mi miatt van. Na, akkor emiatt. Én nem. Szombaton lesz Forma 1. Mi lesz így? De mi lesz szombaton? Bassza meg. És ráadásul reggel lesz, vagy... Az nem, az este van. Este van. Este szokott lenni a Bahreini, mert hogy meleg van eléggé. A francba! Na az nekem van jó. Majd megoldom. Én most pont ezen izéltem. Basszus, én délután megyek moziba. De hát... A Ferrari elég jónak tűnik. Igen? Olvastam már ezt korábban is. De most komolyan. Ennyi. Délután 4-kor lesz. Uh-huh. Arra gondolsz, hogy piros? Én csak kérdezem. Na, jó lesz. Én csak kérdezem. Tudjátok, hogy én hogy állok a sportokhoz, hogy... Biztos tetszik neki a színösszeállítás. Ferrarisként mondom majd jövőre. Ferrarisként öcsém. Én tudtam, hogy itt a közönségben azért vannak olyanok, akik tele vannak, mint Topra. Ne hülyeskedj, de azért ebben nem voltam teljesen biztos. Én ismerek olyat, aki néz minket, és van lambója. Ami mondhatnád, hogy gyakorlatilag ugyanaz, de valójában nem. De azt nem tudtam, hogy Ferrarisok is néznek minket. Na tessék. Biztos volt. Sose lehet tudni, ez is nagy számok törvénye. Van olyan itt köztetek, akinek van Ferrari. Én azt hittem, hogy azok, akik nagyon tele vannak, ők nem minket néznek, hanem egy egészen másik tartalomgyártót. De miért ne néznének? De na. Ez van. Mi az a Forma 1? Olyan, mint a magyar dűne.
Meg a debreceni Jézus. Igen. Egy magyar sport. Igen. De van magyar sport, azt is mutattuk már Happy Hour-ben, ugye? A tagból. Igen. Ja, amúgy igen. Amiből amúgy tök durva ilyen összeállításokat vágnak össze, és elég népszerű egyébként, amit ahhoz képest mondom. Nagyon elterjed. Meg nagyon technikás, állati durva nézni egy-egy ilyen szettet, baszki, hogy miket összeszednek, meg hogy. Nagyon durva. Nagyon durva. És a tagból ráadásul nem is egy olyan dolog, hogy egyszer régen egy magyar, nem, tehát az annyira nagyon nem régi. Nem. Sport, de tök menő. Emlékszem, hogy mikor mi jártunk még a Play-re, akkor hozták oda, hogy... Hogy mutogassák, hogy milyen fasz. Igen, 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 igen. És az érted 2014-2015-ben volt. Igen. Szóval valahol ott a 2010-es években indult ez a dolog. Igen. A turulazás is... Nem, ezt akartam elolvasni, nem tudom, mi ez a turulazás. Alatta volt. Apukák testalkatát osztályozzák. Az a forma 1. A forma 1? Igen. Turulozás. Igen. Mi az a turulozás? Van ilyen magyar sport tényleg? Nem tudom, öreg, én a pulykázást Szegedi ismerem, eredetű. Jani. Én az a pulykázást ismerem, az tök más. Igen, az más. Amúgy. Az nagyon más, de nagyon vicces. Turulozás, madárröptetés. Így is lehet nevezni, csak nem repül a pulyka. De én tudom, már nincsenek már turulok. Nincsenek? Az olyan... Én is attól félek. Kihaltak. Hogy itt valami pervers dologról van. Nem tudom, mi ez a madárat, vagyis ugye ez a turulozás, de érdekes. Szerintem olyasmi lehet, mint a pulykázás, csak valami még extrémebb. Ami nem bírja a nyomdafestéket, vagy hasonlók. Láttátok egyébként most csapattól függetlenül, mert tudjátok, hogy én nem szurkolok senkinek. Láttátok egyébként ezt a drónos cuccot? Melyik drón? Úgy van, hogy a Red Bull most nyilván valami brahiból, meg a sajtó miatt fejlesztettek egy drónt, ami valami 300 fölött tud menni. Most komolyan egy ilyen drónt. Azért, hogy megpróbálták megmutatni, jó, nyilván most Verstappenen keresztül, de most mondom, nem ez a lényeg, hogy követi a Forma 1-es autót rendes pályatempóba. Uh-huh. És hogy így látod a sebességet. Várjátok, ezt meg kell keressem. Mert nagyon durva. Tehát itt amúgy csak meg kell nézni, hogy milyen az egész, mert tényleg kijön a speed. Az a baj, volt egy ilyen rövid összeállítás. Ott a link. Már ott van, kész. De hogyha a 15 perces videót link, de azt... Oké, okay, azt van én is megtaláltam. Van egy X-es link. Van egy X-es link? Az lesz a jó, de amúgy köszönjük mindenkinek a linket. Ja, ez ilyen 3 perc, ez tökéletes lesz. Megmutatom nektek, hogy itt egyszerűen, mert ugye az, hogy amikor nézitek a közvetítést, csak körbe mennek, jó, van, aki így nézi, de nagyon durva, tehát nagyon nehéz a sebességet átadni. Egyébként. Nyomjuk, Balázs, a dolgot, legalábbis remélem, hogy most beszél. Igen. Tehát az a lényeg, hogy ugye itt most megcsinálták, ez a drón. Aha. Egyébként, és embertelen. Tehát annyira, olyan szinten gyorsan gyorsul, hogy... Jól lehet irányítani amúgy. Ja, és az a lényeg, hogy ez a drón az egyetlen, ami normálisan le tudja követni, ugye legalábbis ilyen drón közül, ami normálisan le tudja követni a Forma 1-es autót. Tudom, hogy most itt magyaráz ez az úriember, de az a lényeg, hogy ugye itt most egy rendes tehát rendes kör van, ugye pályatempóban, ez bármelyik F1 pilóta amúgy meg tudja csinálni, tehát most nem ez a lényeg, muszáj politikailag korrektnek lennünk, és az a lényeg, hogy ez a drón, ami kétszer gyorsabban gyorsul amúgy, mint a Forma 1-es autó. Uh-huh. Tehát ugye ez is kell neki. Azt nem tudom, mennyi ideig tudja csinálni ezt a dolgot, de azért ez egy teki cucc is. És az a lényeg, hogy még a Forma 1-es pilóták is meglepődtek, hogy mennyire durván látszik, hogy milyen kurva gyorsan mennek, és hogy a kanyarok mennyire gyorsak, meg stb. Ugye elkezdik baszatni, mint a gép, és akkor jön a Johnny az FPV-vel, és akkor tudod, így felszáll ez a izé, van normális felvétele is, nyugi, csak ez a... Te tudod, ezt látod amúgy egy felvételen, tudod, nem ezt, hanem az előzőt. Szerintem hogy... a szemüvegbe látja. Így igen, de a kanyarnál meg ilyenek. És akkor itt látod, amikor így megpróbál hozzágyorsulni, és ugye megpróbálni egyre jobban lemenni, ugye igen. A pályán, hogy mekkora a speed, amikor ugye kanyarodik, stb. Vannak jobb felvételek is ennél, ez nem tudom, hogy az a videó, vagy az a videó, amit láttam, mert nem vagyok benne biztos, hogy az, amit néztem, az esős volt. De az a lényeg, hogy a kigyorsításoknál meg minden, de látod, hogy tudja követni.
gyakorlatilag az autót. És akkor látod, tehát hogy itt hogy látod azt, hogy olyan speed van, hogy behugyozol hát egyébként. Igen. És így, te tudod, valahogy a drónban átjön az, hogy mekkora hát sebességgel történnek nem jön át a dolgok. Egyébként. Hogy látod, hogy... Volt egy kis... Igen. De még mondom, még ez sem az a felvétel, amire én gondoltam. Meg itt esőgumi van fent, meg stb. De az a lényeg, hogy van, amikor még közelebb megy a kocsihoz, és látod a gyorsulást, tehát hogy mekkora... Tehát mi az, hogy 300, igen, meg hogy milyen gyorsan lassítasz le, nézd meg. Hát de, a... Meg húzod. Ez csak egy jó reprezentációja annak, hogy nagyon nehéz. Tehát szerintem az volt egy óriási durva addíció, bár nagyon zavaró, és nem lehet jól látni, de amikor az F1-be behozták ezt a sisak kamerát. Aha. Most. Ja, és tehát, abból lehet érezni. Amikor egyszer-egyszer átváltanak a helmkamra a normál közvetítésnél, hát bazdmeg hülye vagy, hát a tököm összemegy, baszki, hát annyira és para. Alig innen, látsz valamit. Alig látsz valamit, és így, minden így megy, bazdmeg, és így nem is érted egy utcai pályán, hogy de látod, micsoda, na mindegy, durva. Nagyon köszönöm. Csak gondoltam, megmutatom ezt a dolgot, mert ez is egy ilyen új cucc. Egyébként, hogy pont most kezdődött volna újra, de fenn van YouTube-on, amit Ciké megosztott a 12 perces link, az amúgy ott hosszabban lehet nézni, hogy mi történik. De az a lényeg, mondom, hogy ez most csak így mondom, tehát ez Forma 1 szempontból érdekes információ. Várjátok csak egy picit. Nem akarom húzni az időt, mert ez unalmas téma, de amikor plusz idő van, az durva lehet. Ezért is úgy meg fog kúrni a Red Bull, amúgy csak úgy mondom. Biztos. Hogy beszarsz. Azt mondják a srácok, hogy itt lesz a száraz pályás rész, és hogy talán ez... De milyen durva, hogy látod, így lebukik, és mint egy rakéta úgy nyomul, na adjál. Hány percre járunk? Nem látom. 5-20. 5-20? És elvég 5-43-tól van. 5-43, jó. Most jobb? Nem. Most jó. Asszomba. Itt van. De milyen durva volt, hogy mutatták, hogy hol megy a drón. Nem tudom, hogy ez most tényleg az-e, vagy valaki linkelte nekem, hogy itt a fiú itt játszik a robot pénisszel. Ez se rossz. De most már nézzük meg, ha itt vagyunk. De most lesz. Srácok, lesz. Ez már overtime. Hát most teljesen úgy, jó. Ér egy kicsit nézni. Ez jó lesz, nem? Nem tudom, hogy ez-e az, amire gondoltam, de én szárazpályásat láttam, azt tudti. Ez az. Na, ezt nézd meg. Ezt nézd meg, hogy mi a speed. Basz meg, tehát ez így akurva élet, bassza meg. Tehát itt mocskos mód. De ez milyen durva, nem, hogy ahogy fékez, látod, túl is fordul. Na, itt látszik a sebesség nagyon. Én ezt láttam, amiben ott magyaráznak a tesztpilótával, meg mindennel együtt, hogy gyorsítanak ki. Vágod. Tehát itt azért van már sebesség. Itt is így, whoop. És itt pont arról beszélgetnek itt, ahogy visszanézik, hogy mennyire para. Hát így még nézni. Olyan, mint hogyha csináltál volna, tudod, egy third person view-t gyakorlatilag igen. A Form 1-es kocsinak, mert ugye ezen nem áll meg a GoPro-s piszka. 200, nézzük mennyivel megy a drón. Igen, és akkor mindjárt látod, hogy majd túl gyorsulja 300-ig. De itt nagyon látni amúgy a sebességet. Tehát most vizuálisan mondom, nem csak az, amit kiírsz, hanem hogy néz ki ez a 300. Meg hogy, nézd meg, tehát hogy belemegy a kanyarba, és még mindig 200 fölött, tehát érted, mit mondok? Igen. Nagyon, tehát én csak annyit akartam ezzel mondani, mert csak azért mutattam meg ezt az egészet, vagy azért akartam megmutatni ezt az egészet, mert szerintem nagyon nehéz reprezentálni, hogy mennyire durva az autóversenyzés, hogy unblock, igen, nem csak a Forma 1. Szerintem ez is nagyon látványos, de ettől még mindig hatásosabb a helmetkem. A helmetkem? Igen, hát az is. Mert ott tényleg átérzed, meg ott meg az, hogy látod, hogy mennyire keveset látnak a pilóták. És az igen, totális... így van, de azt mondom, nagyon hogy kemény. Szerintem, hogyha valaki ilyen akarja érezni azt, hogy soha az életben még messziről se akar látni autóversenyzést, az random nézzen meg egy rally dashcamet. Jó, hát az a... Tehát ott félek. Úgyhogy csak nézem a felvételt. A rally az nagyon beteg. Az embertelen. Meg amikor a sofőrök. Amikor csak kilátsz az a szélvédőn. A múltkor láttam szegény megboldogult Ken Blockról, még annak idején, pedig ő nem is volt olyan óriási rally versenyző. Én nem. Tehát az a para. Az nagyon para. Az a para. Az, tehát nekem, mert ugye mész az erdőbe, a saras de azért, mert ugye minden közel van, tehát minden iszonyú közel van, és ez a sebességérzésed, ez még durvább. Hát nagyon. Úristen, na srácok, az a horror. Tehát ott tényleg azt mondom, hogy én szerintem egy normális ember így nézi, én nem vagyok normális ember, én még annál is kevesebb vagyok, de így ott vagyok, hogy én ezt nem értem észre, hogy lehet csinálni.
Én sem tudom. Nem azt, hogy hogy mered csinálni, mert azt értem, hülye emberek vannak. Ja. De hogy hogy megy végig úgy, hogy nem hal meg? Hogy? Én ezt nem értem. Igen. Szóval az valami egészen elképesztő. Azt hiszem, most láttam, mondom, azt a egy ilyen nosztalgia felvételt raktak fel, és pont arra jutott eszembe, hogy... Á, nagyon durva. A rally az nagyon kemény. Igen. Igen. Na mindegy, ez van. Ez van, srácok. Csak gondoltam, hogy így a végére így mutatok egy-két ilyen dolgot, akkor is, hogyha nem ez a... jó volt ez. Legizgalmasabb, jó. Vagy legérdekesebb dolog, de azért igyekszem úgy tartani, hogy azoknak is valamennyire érdekes legyen, akik nem nagyon érdeklődnek az ilyen sportok iránt, vagy nem gondolják azt, hogy az autósport például sport. Srácok, a ma délutáni stream, mondtam tegnap a stream végén értekeztünk. Nagyon sok dolgunk van most napközben. Ilyen átalakítások vannak itt az irodában, meg minden, de mindenki igyekszik, amennyire csak tud. Így van. Ennyit tudok mondani. Ennyit tudunk. Igen, igen. Én még egy dolgot akartam mondani, mondja csak, hogy ha már sport, idézőjelben sport, csak annyi, hogy tudom, hogy ez alapvetően itt nem egy happy hour téma, de el akarom nektek árulni, hogy most tavaly volt ez a csodálatos magyar streamer bajnokság, a Csé. Én hallottam róla. Igen, és ennek lesz egy folytatása, és ezt már a múltkori Csé streamben említettem is nektek, csak itt is el akartam mondani, hogy folytatódik ez a versenysorozat, és ma este 6 órakor Bly-nak a csatornáján fogjuk kisorsolni a csapatokat, hogy melyik csoportba ki lesz. Úgyhogy az ott tudjátok majd követni, és az a durva, hogy tavaly ugye 8 csapat volt, most idén 16 csapat van, úgyhogy 16 csapat versenyez majd, és március 11-i héten, tehát 2 hét múlva kezdődnek az első meccsek, úgyhogy majd úgyis megosztom beletek X-en a részleteket mindig, hogy miket tudtok majd, milyen meccseket tudtok követni, úgyhogy ez is folytatódik, és izgis lesz. Ezt akartam elmondani, hogy ez egy ilyen friss dolog. Tavaly is nagyon klassz volt egyébként, szerintem, hogy így ilyen esporton kívüli szervezésben így ilyen a streamerek versengenek egymás között. Nekem ez nagyon tetszett, ez a kezdeményezés tavaly, hogy ez így működött. Nekem is bejött, meg akik résztvevők voltak, azoknak is bejött. Abszolút, én is úgy gondolom. Úgyhogy nagyon. Igen. Nézni csak chat nélkül tudtam az összeset, mert ugye a toxicitás az egyszerűen hihetetlen. Tehát képzeljétek el, hogy Magyarországon nem csak Ferrari-sok vannak, hanem vannak más tulajdonosok is, ezek szerint. Igen. De igen, úgy tök érdekes lesz, meg köszi a szervezést mindenkinek. Így van, és nagyon fontos, hogy ez a verseny továbbra is tét nélküli. Persze. És hogy nagyon durva, hogy még így is olyan komolyan veszik a résztvevők, mert látom, hogy elkezdtek gyakorolni. Meg a szurkolók is. Elkezdtek gyakorolni, már most állnak össze a csapatok, a mixek. Igen. Nagyon durva, úgyhogy örülök neki. Folytatjuk tovább, úgyhogy nyomatjuk. Izgalmas lesz. Mondom, én nagyon örülök neki, hogy a streamerek között is tud működni ez a fajta szerveződés, amihez nem kell, tudod, ez a... Én is nagyon örülök neki tényleg, hogy nincs mögötte semmi extra dolog, igen. És mégis igen. Meg, hogy komolyan tudják venni. Próbáljátok meg a pletykáktól amúgy így távol tartani magatokat, mert tavaly is volt, hogy valójában, tudod, kiszervezi, meg milyen pénzből, ne. Meg ilyenek, még csak pénz sincs. Nincs. Tehát semmi nincsen. Itt arról van szó, hogy itt ez egy olyan komoly szervezés dolog, hogy egy Discordon megbeszélik a streamerek, pontosan. Hogy holnap együtt fogunk játszani, igen. Meg van egy felület neki, de igen. Ez nem olyan dolog, mint ahogy sokan képzelik, igen. És nem valami háromnézős streamer gyerek találta ki, akitől ellopták a szervezési jogokat, meg ilyet. Nani. Olyan dolgok, szörnyű. Úgyhogy nincs ilyen. Nincs ilyen. Ez tényleg, tudom, hogy nagyon nehéz ezt így elhinni, de ez tényleg egyébként streamerek közti kommunikáció, meg fanolás, meg egy kis vérizzadás. Azért ez kell egy kis tryhard, egy kis izzadás. Egy kis tryhard, egy kis izzadás. Láttam az idei csapatokat, hirtelen megváltoztak csapatok tavaly. Kodi változtatott a csapatán. Behívta a nehéz tüzérséget, biztos, ami biztos. Az Asian-t nem eshet ki. Nem, kurva jó lesz, meg kattpörgessék, mert tudod, ez igazából mindenkinek egy kicsit magáról szól, meg egy kicsit a nézőkről. Hogyne. Hogy mindenki jól érezze magát egyébként. Igen. Szerintem ez egy jó dolog, úgyhogy így vagy úgy, de izgalmas lesz. És ugye azt is tudjuk, hogy a betoncsapat valamilyen új szabály, vagy valamilyen csillagállás alapján úgyis tovább fog jutni, mert egyszerűen,
muszáj. Eleve mi a második körben kezdünk. Persze, de ha kiestek is, akkor lesz, tudod, akkor, ha ki is estek, akkor lesz leszálló alatti mélyrepülő ág, meg nem valami, hát, nem tudom. Nem olvasták el a kisbetűs, hiszen a döntőben ott vagyunk. Egy külön betonág van, amivel úgy is... Ez így van, ez így van. Nem, ahol egyszerűen valahogy oda kerülnek majd. Valahogy. Tényleg csak a másik körtől játszunk, vagy két körös. Persze. A döntőt, és a másik körben vagyunk. Persze. Jaj. Igazából egy jobb lenne, csak a döntőre mennétek. Nem, amúgy gondolkoztam rajta. Addig kell a melegítő mérkőzések, Pisti. Igen. De nem, amúgy most nagyon erős csapatok lesznek, úgyhogy szerintem a második kör lesz nekünk a döntő. Igen. De kíváncsi vagyok, mondom, hogy milyen lesz, meg hajrá mindenkinek, meg remélem, hogy sokan tudjátok nézni. Így igaz. Úgyhogy ma 6-kor mondom, kisorsoljuk a csapatokat, hogy melyik csoportban melyik csapat játszik. Mm. És akkor március 11. 11-i héten kezdődik az egész, igen. Így van. Na, így van. Ennyit akartam mondani. De mindenkinek szép napot, és hát nyomatjuk akkor. Pisti, meg jön vissza délután. Ha igaz. Ha igaz, így van. Úgyhogy minden jót nektek. Na, hártátlatlak benneteket. Micsoda? Micsoda? Olvasd már ezt, te micsoda? Hártátlatlak. Hát? Hát igen. Igen. Legyen szép napot. Szép napot, szevasztok.